terügyelik azt, hogy hogyan termesztik, hogyan állítják elő, milyen klinikai vizsgálatok és kutatásfejlesztés után milyen gyógyszereket vagy készítményeket készítenek belőle, és ez hogyan lehet fölírni, milyen betegségekre, és az orvosok milyen oktatásban részesülnek, hogy valóban fel tudják ezt írni, ezt a készítményt. Ez ugye ez egy kicsit felgyorsítaná és megegyszerűsíteni a hozzáférést a betegek számára. Ezt a programot egyébként mi már elkezdtük kidolgozni, már félig meddig ki van dolgozva. Ezt be lehet vezetni, hogy más országokban, Németországban, Csehországban, Olaszországban és Izraelben és más országokban is bevezetésre került, és ez biztosítaná azt, hogyha valaki szeretné ilyet igényelni, akkor megvan az ellátás, a biztonságos hozzáférés, a jó minőség és a támogatott ár, hogy valaki ezt meg is tudja szerezni magának. Tehát a jelenleg itthon, amik egyáltalán léteznek, annak az akadálya egyrészt az ár, másrészt meg az, hogy akkor az orvosok nem írják föl, meg nem is tudnak róla. Hát itt mondjuk itt egyértelműen egy olyan döntésre szükség a kormányzat részéről, ami kimondja azt, hogy a betegek érdekében, a magyar egészségügy érdekében létrehozunk egy ilyen programot, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt a hasznos növényt, az ebből készült készítményeket, gyógyszereket, kivonatokat elérhetővé tenni azok számára, akiknek segít. Ezek lehetnek nagyon súlyos beteg gyerekek, felnőttek, daganatos betegek, nagyon sokféle betegség esetében. Itt egy egyértelmű döntésre lenne szükség, ami kimondja azt, hogy ezt hogyan kell bevezetni, szabályozni és a betegek számára elérhetővé tenni. Mi ugye azon dolgozunk, hogy alulról nyomást tudjunk gyakorolni, vagy információkat megosztani, hogy ez létrejöjjön, és ha minden jól megy, akkor most van lehetőség arra, hogy olyan emberekkel találkozzunk kormányzati oldalról, akik ebben döntést hoznak, és számukra egy olyan tervezetet tudunk benyújtani, ami tartalmazza ennek a programnak minden pontját, meg kidolgozott vázlatát, és hogyha ők ezt elfogadják, akkor hát ha nagyon optimista vagyok, akkor erre közeljükben... Erre van esély, vagy remény? Erre azért van esély, mert... A kormányzat is kénytelen lesz, nem a betegek nyomására, ők is szklerózis multiplexesek. Mindenkinek sajnos van rokona, aki nagyon súlyos beteg, azok a kormányzati vezetők, akik ezeket az intézményeket vezetik, ők orvosok általában, tehát az EMMI vezetője egy onkológus, az egészségügyi tárgya vezetője egy tüdőgyógyász, tehát ők mind orvosok, tehát tisztában vannak azzal, hogy van igény az új szerekre, amik hatékonyak betegségek esetén. Tegnap előtt jelent meg a hír, hogy Dél-Koreában legalizálták az orvosi kanabiszt, az egyik legkonzervatívabb ázsiai ország, ahol elképzelhetetlen volt, hogy valaha ilyen megtörténik. Hogyha ott ez megtörténhet, akkor nálunk nem elképzelhetetlen. A kérdés az, hogy mikor, a kérdés az, hogy meddig kell várni erre a súlyos beteg embereknek, és hogy mikor ismerik fel. Mi ezeket a papírokat, terveket elkészítettük, odaadjuk azoknak, akik döntenek erről, és onnantól kezdve már ott van a labda náluk, és a kérdés, hogy ez mikor valósul meg. Ez a zöld út akkor csak egy kormányzati döntésen múlik. Ez így van, tehát a magyar termesztők, a magyar termőföld, a magyar technológia, a magyar gyógyszeripar, a magyar orvostársadalom és egészségügy mind készen áll arra, hogy ez elinduljon ez a program, a betegek pedig nem tudnak tovább várni, úgyhogy igazából minden adott arra, hogy ez megtörténjen. És szerintetek van összefüggés a legalizáció, tehát a rekreációs fogyasztás és a között, hogy mondjuk elkezdődik az egy orvosi felhasználás. Szerinted? Én gondolom, hogy nagyon sok félelem van a betegekben, tehát főleg idősebb, de mégis meg sokszor fiatal emberek is, akiknél ez szóba kerül, azt mondják, hogy ez még akkor nem hiszik, hogy a CBD-nek nincs tudatmódosító hatása, ez mégiscsak egy drog, tehát hogy ez annyira rá lett rakva erre a szegény növényre, hogy ezt nagyon nehéz lemosni róla, aminek egyébként gazdasági okai voltak a 40-es évek környékén, amikor ez be lett tiltva, ugyanis egy nagyon nagy konkurencia lett maga a kender növény a nejloniparnak és a textiliparnak, hiszen sokkal olcsóban elő lehetett volna állítani ezeket a ruhákat, sőt még autót is lehet csinálni csak kenderből. Tehát, hogy, és akkor a nagy papír, meg a papírgyárak igen, elterjesztették a hírt, hogyha kender, meg marihuána, és akkor rögtön heroinista lesz a gyereket, tehát egy nagyon ilyen komoly lejárató kampány volt Amerikában, és akkor ez onnantól kezdve nagyon bekerült a köztudatba. Előtte minden patikában ott volt a cannabis tinktúra, tehát több évezredes múltja van ennek a növénynek, és vannak feljegyzések, hogy nem tudom. Egyiptomban is használták, tehát hogy
ugye egy, mindig is volt egy gyógyászati felhasználása, csak mondom, hogy a megfélemlítések és gazdasági okok miatt ezt úgymond így retusálták, és ugye ez nyilván nagyon nehezen megy ki a köztudatból, tehát először ezt a félelmet kéne legyőzni a növény és gyógyszer kapcsán. Szerintetek a legalizációnak milyen társadalmi-gazdasági hatásai lennének? Az nagyon fontos szerintem, hogy, és ne arra, hogy kijavítalak, hogy itt nem legalizációról beszélünk, tehát itt nem, nincs szükség semmit legalizálni. Kitágítottam egy kicsit most a... Magyarországon az orvosi kanabisz, ahogy ezt a Magyar Idők is megírta egyébként, most is legális. Tehát, hogy vannak olyan készítmények, amiket lehet igényelni. Itt az lenne a cél, hogy kibővítsük azoknak a készítményeknek a tárházát, és a betegségeknek, és a hozzáférhetőségnek ugye a tárházát, ami minden több betegnek tudna segíteni. Tehát itt nem kell igazából semmit legalizálni. Az, hogy valaki tünetkezelésre kanabiszt használ, az nem azt jelenti, hogy az ő gyereke majd drogos lesz, vagy hogy ez a szer kikerül az utcára, és valaki majd CBD kapszulákkal fog az utcasarkon bizniszelni, mert az lesz az új drog. Tehát, hogy igazából ilyen félelem itt nincs. Hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol van valamilyen orvosi kanabisz program, például Németország, ahol nincsen egy ilyen drogtól fűtött fertő, ami megfertőzte volna az országot az elmúlt másfél évben, mióta egyébként felírható orvosi kanabisz, vagy Olaszországban, vagy akár Izraelben, ami egy nagyon konzervatív ország ugye a droghasználat tekintetében, viszont a 90-es évek óta van orvosi kanabisz program, és több mint 30 ezer ember kap az egészségügyi rendszeren belül támogatott formában valamint orvosi kanabisz készítményt. Izraelben az egyik cél az, hogy a következő 20 évben a beteg emberek legnagyobb része valamilyen formában kapjon orvosi kanabiszt, meg ezzel meg lehet előzni a különböző öregedéssel járó megbetegedéseket. És nincsen szó arról, hogy hogyan lesz ebből majd egy drogos társadalom, tehát ott, ahol egyébként ugye a vallási nagyon fontos szerepet jelent, és nyilván a kábítószer egyébként elítélve van, vagy a kábítószer használat, egyébként ott maga a kanabisz az dekriminalizált, tehát nem kap senki börtönbüntetést, akkor hogyha kanabiszt használ, hanem valamilyen pénzbírsággal sújtják, tehát ugye nem egy halálbüntetéstől kell félni, mint mondjuk ázsiai országokban, vagy börtönbüntetéstől, de valamilyen szinten szabályozzák azt, hogy ki milyen formában használja. Az orvosi kanabisz használat pedig semmilyen összefüggésben nincs a rekreációs kábítószer használattal. Sőt, Izrael ennek a gazdasági hasznára is rájött. Itt vannak olyan hírek, hogy Izrael fog ellátni fél Amerikát orvosi kanabisszal, aminek nyilván van egy elég nagy gazdasági hozadéka, ami Magyarország szerint. Mi is elláthatnánk akár. Aha. Vagy például Macedónia, ahol 2 millió ember él ugye az egész országban, és most tavaly legalizálták az orvosi kanabiszt, és most rengeteg gyógyszercég megy oda, és épít gyárakat, és valószínűleg nagyon nagy exporttevékenységet fognak folytatni, ami az ország használva válik, egy 2 milliós országban, amit ugye bárhol máshol, akár Magyarországon is meg lehetne tenni, ahol ugye egyébként szintén nagyon jók a körülmények, legalább annyira versenyképes a munkaerő, és a különböző infrastruktúrák, technológiák, és ebből egy nagyon jó gazdasági pozíciót lehetne szerezni. Feltenem, van-e kérdés a közönségben? Kérdezek a fogadókat. Az érdekel, hogy elhangzott, hogy a MOKEL szinte egyetlenként harcol itt az országban ezekért, és én nagyon találtam más szervezetet, hogy akár informálisan is, vagy formális csoportokat tudsz olyat, aki tényleg ezzel dolgozik, vagy ebben valamit hozzápróbál tenni, vagy... Tehát, hogy tényleg kik azok, akik ezzel a Magyarországon foglalkoznak, még a MOKE mellett? Van-e? Senki? Én úgy tudom, hogy nincs. Lehet, hogy az elmúlt hónapokban lett, mert én már régóta elég el vagyok foglalva azzal, hogy a különböző ilyen programokat kidolgozzuk, meg most az ENSZ konferenciára is készülünk. De én nem tudok róla, hogy lenne más ilyen akár ilyen egyesületi, vagy valamilyen hivatali kezdeményezés. Láttunk már egyre több olyan orvost, aki próbál ezügyben valamit tevékenykedni, illetve minket is megkeresnek, hogy hogyan lehet ilyen kurzusokra jelentkezni.
láttam pár újságcikket, ahol voltak, akik maguktól nyilatkoznak ebben a kérdésben. Most volt egy természetgyógyász magazin, ahol egy nevesebb professzor, most hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, de erről is írt egy interjúban, hogy orvosi kanabisz is van, és hogy egyre többen foglalkoznak vele, illetve vannak olyan kutatók Magyarországon, akik végeznek ilyen kutatásokat. Én találkoztam előadásokon olyan fiatal kutatókkal, akik büszkén meséltek arról, hogy például Magyarországon az ő kutatásaikból kifejlesztettek egy valamilyen orvosi kanabisz készítményt, amit aztán egy külföldi cég megvásárolt, és abból valamilyen terméket fejlesztett. Tehát idejöttek Magyarországra, és az itteni tudást megvásárolták, és abból egy orvosi kanabisz gyógyszert fognak majd valahol a világon máshol előállítani. Illetve vannak klinikai vizsgálatok Magyarországon, amik zajlanak titokban, sajnos erről nem beszélnek általában a kutatók vagy a kórházak, de én nem tudok semmilyen más olyan ilyen nagyobb kezdeményezésről, mint amilyen. Akkor végképp megjelzem, hogy a munka mióta létezik, vagy mióta próbálkoztok ti, hogy most eljutottatok odaig, hogy kormányzati emberek állnak veletek a szóba hamarosan? Hivatalosan másfél éve van beegyezve az Egyesület. Én személy szerint most már szerintem 6 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Én akkor, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, egy Facebook csoporttal kezdtem el cikkeket lefordítani, videókat magyar nyelvre fordítani, aztán később jött az Egyesület, és... Ez mi volt ez a Facebook csoport? Ez a Magyar Orvosi... Magyar Orvosi Kanabisz Egyesület nevű Facebook csoport, MOKE zárójelben, illetve azok a csoportok, amiben zárójelben ott van, hogy MOKE, abból lehet tudni, hogy ezek a mi csoportjaink, ez a Facebook csoport most 18 000 követővel rendelkezik. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, aki ez ügyben szeretne tájékozódni, hogy látogasson el az oldalainkra, azokat kedvelje, kövesse, illetve ami legfontosabb, hogy ossza meg ezeket az információkat. Nagyon érdekes videók, hírek és cikkek vannak a weboldalon is, amit üzemeltetünk, a több mint 400 magyar nyelvű cikket lehet olvasni, ezeket szintén megosztani. Mindezt ingyen. Egyébként, hogyha valaki szeretne minket támogatni, ezt mindig elfelejtem mondani, akkor legyen szíves, segítsen nekünk, bármilyen módon tud minket segíteni, fordítással, önkéntes munkával, vagy akár anyagi hozzájárulással, illetve hogyha van valami lehetőség pályázatokra, akkor azt is szívesen megnézzük, és szeretnénk minél többet tenni azért, hogy tudjuk ezt a munkát tovább végezni. Az elmúlt másfél évben ezt valóban eddig ingyen csináltuk, és ezután is ingyen, tehát hogyha valaki tanácsot szeretne kérni tőlünk, akkor ezután is ingyenes lesz. Nekünk szükségünk van viszont támogatásra, hogy tovább tudjunk működni. Ha már egy a MOKE oldala szóba jött, én ott láttam ilyet, hogy külön az ilyen álhíreknek így szenteltek, egy kicsit összekötve a másik beszélgetés sorozattal, hogy akkor sok ebben az ilyen téves tájékoztatás, hogy ugye az fontos, hogy itt egy ilyen nagy trend, vagy egy ilyen hisztéria kezd kialakulni, ugye, hogy a kanabisz ugye minden gyógyít, és akkor ezzel nagyon jó üzletet lehet csinálni, aki ugye szeretne gyorsan meggazdagodni. Vannak mindenféle MLM rendszerek, amik ezzel foglalkoznak, ami ugye arról szól, hogy ajánl az ismerősödnek, és akkor te olcsóbban kapod meg. Sajnos ezek a rendszerek sokszor megtévesztő módon, és tudatosan átverik a betegeket. Ugye ez nagyon fontos, hogy itt nem egy ránctalanító krémről van szó, vagy valamilyen ilyen egyéb kozmetikumról, hanem itt olyan szerekről van szó, amit általában beteg emberek használnak, sokszor nagyon súlyos beteg gyerekek, akiknek ugye a szülei próbálnak informálódni, és ezek a cégek, vagy az üzleti érdekek sokszor kihasználják a jelenlegi tudatlanságot, ami még van ezen a téren. Ugye erre is megpróbáljuk felhívni a figyelmet. Ezen kívül vannak olyan termékek, amik szintén nagyon megtévesztő módon utalnak arra, hogy az ő készítményük valamilyen gyógyászati kanabisz készítmény. Van olyan cég, aki kender mag olajat, tehát ugye nem a virágzatból készült kanabisz olajat, hanem a kender magából a kanabisz magjának az olaját árusítja úgy, hogy minthogyha orvosi kanabisz lenne, ebben ugye se THC nincs, se CBD nincs, semmilyen ilyen gyógyászatilag aktív hatóanyag, viszont nagyon jó marketing, ugye, hogy
a növényből készült olaj, de nem tartalmazható anyagot, és akár drágán. Egyébként maga a kendermagolaj, ez egy nagyon jó étrendkiegészítő, omega 3, omega 6, omega 9 zsírsavakat tartalmaz, tehát valóban egy nagyon jó étrendkiegészítő, de hát ilyen szempontból köszönő viszonyban nincs az orvosi kanabisz készítményekkel, viszont vannak, akik kihasználják ezt a helyzetet, és ebből anyagi hasznot húznak. Vannak, akik gyógyítóknak állítják be magukat, hogy ők ezzel gyógyítanak mindenféle betegségeket. Ez nagyon fontos, hogy mi nem gyógyítani szeretnénk ezáltal az embereket, hanem tényleg a megfelelő hozzáférést biztosítani, és az olyan szakemberekkel együtt dolgozni, akik megtanulják, Szidi például, aki eljár velünk konferenciákra, aki különböző tanulmányokat olvas és mindenféle kurzusokon vesz részt azért, hogy minél többet tudjon erről is hitelesen tudja tájékoztatni a betegeket, vagy őket segíteni abban, hogy hogyan tudnak használni ilyen készítményeket. És hogy tényleg mindenki nézze meg, hogy mit vesz, és olvassa el például a MOKE oldalain látható figyelmeztetéseket, vagy információkat, mert például egy orvos ismerősöm, aki eljött a konferenciára, és nyitott volt erre a témára, és nagyon felháborodottan mondta, hogy a szklerózis multiplexes szomszédjának ajánlott egy CBD olajat, ahol hosszasan sorolták a CBD szuper hatásait, és miután megvette, látta, hogy nincs is benne CBD. Tehát, hogy így, és mondom, egy orvos volt, tehát hogy nagyon könnyű ezeknek bedőlni. És más részről, ami, hát hogy így vannak ilyen nagyon pozitív példák, például Kaliforniából, ahol ugye minden ilyesmi dolog legális, hogy van olyan gyógyintézet, ahol csak kanabisszal gyógyítanak, és több ezer beteggel van tapasztalat a különböző kanabisz származékok használata során. 6-7-től 99 éves korig van betege ennek a doktornőnek, aki ezt csinálja, és ő például szerintem nagyon szívesen jönne Magyarországra erről előadást adni a konferencián, például Skype közvetítéssel volt jelen. Tehát, hogy van egy csomó nagyon neves kutató, aki ennek a szakértője, és ők például Rick Simpsonra eléggé fújnak, pont emiatt a dogmatizmus miatt, hogy használj kanabisz olajat, és ne menj kemoterápiára, tehát nyilván ezek a kijelentések iszonyatosan veszélyesek, és mindenki nyilván először vizsgáltassa ki magát, és hozza meg a maga megfelelő döntését, tehát a kanabisz semmiképp sem egy csodaszer, és gyógyít meg mindent. Most így hány szakemberről tudtok így körülbelül Magyarországon, aki ebbe tájékozott, vagy ez iránt érdeklődik, ilyen gyógymódok iránt? Hát nem tudom, talán a Jéghegy csúcsát ismersük, tehát hogy többen titokban olvasgatnak ilyen cikkeket, ajánlgatják az ismerőseiknek, de hát szerintem nem sok. Tehát, hogy nyilván a kutatás, tehát az endokannabinoid rendszer például többen kutatják, tehát ilyen in vitro, meg ilyesmi kutatások vannak, és akkor eszembe jutott egy volt évfolyam társam, aki már akkor a THC-t kutatta, hát ez akkoriban ilyen nagyon magánynak számított. De most pont írtam neki, de ezt nem válaszolt, szóval lehet, hogy már nem azt kutatja, nem tudom. Én tegnap beszéltem egy fiatal kutatósráccal, aki a Szegedi Egyetemen tanulmányozza a kanabisz hatásait különböző fájdalom szindrómák esetében, úgyhogy vannak ilyen nagyon érdekes dolgok. A konferencián, ami most volt ugye szeptemberben, ott pedig nagyon meglepő volt, legalábbis mind a kettőnk számára, amikor Szidi megkérdezte a közönséget, hogy ki az, aki egészségügyi szakember, és tényleg 30-35 ember felrakta a kezét, tehát nyilván ők is ott voltak, és ebből tanultak, és aztán lehet, hogy utána a kollégák körében is megosztják ezeket a tapasztalatokat, úgyhogy valószínűleg most már több száz olyan orvos van, aki erről tud, vagy szeretne tudni, vagy folyamatosan informálódik, akár rajtunk keresztül, vagy a nemzetközi szaklapok, ugye, amik tele vannak egyébként, az Idi is mondta, ha valaki fölmegy a PubMedre, ugye, ami a nemzetközi ilyen adatbázis a különböző kutatási anyagokról, és oda beírja, hogy kanabisz, vagy kanabinoidok, vagy endokanabinoid rendszer, akkor több ezer cikket tud elolvasni, és ez bármelyik orvosnak a rendelkezésére áll. És hol fordulhat ez a beteg ma Magyarországon, aki szeretne orvosi kanabisz gyógymóddal élni? Mokéhoz. Hát igen, mondanám azt, hogy hozzánk, és remélem, hogy ezt egyre... Remélem, hogy ezt egyre inkább... Azért azt inkább nem. De hogy egyre inkább remélem, hogy tudunk ebbe segítséget nyújtani. Itt van Szidi is, illetve rajta kívül
mond már egy pár másik orvos jelölt, akivel szeretnénk együtt dolgozni, mert igyekszünk nekik segíteni abban, hogy erről többet tudjanak. Szerintem a legjobb dolog első lépésben, amit ilyenkor érdemes tenni, az az, hogy a mi weboldalunkra vagy Facebook oldalunkra ellátogatni, ott elolvasni az alapvető információkat, hogy az ember tudja, hogy mi az, amit ne vegyen meg például, vagy mi az, amire figyeljen, amikor valamit vásárol, hogy hogyan tudja eldönteni azt, hogy egyáltalán számára hatásos lehet-e valamilyen orvosi cannabis készítmény, és hogyha utána még van kérdése, akkor vagy a csoportokon keresztül, vagy a weboldalunkon van egy ilyen chat rendszer, ahol lehet kérdéseket felrakni, vagy e-mailben is lehet kérdéseket felrakni, és akkor próbálunk ebbe segíteni. Sajnos nagyon sok más orvost nem tudok hirtelen mondani, a CV-t tudjuk mi is nyugodt szívvel ajánlani, vagy esetleg egy kollégát. Még egy nagy problémára felhívnám a figyelmet, ami az árkérdés. Tehát, hogy az, hogy kinek mennyi, mondjuk most beszéljünk a CBD-ről, mert az tényleg elérhető és legális, hogy kinek mennyi CBD kivonatra van szüksége az ő korképében, az nagyon egyedi, tehát van egy abszolút egyedi érzékenység, és azért soha nem mondják, hogy mondjuk túladásos félbetegségben fixen napi 20 vagy 50 mg jó az adott embernek, tehát ezt egyedileg kell általában kitesztelni, kis dózisról indulva, és mondjuk 5 naponta vagy hetenként növelni a dózist, tehát eleve ez is egy hosszú folyamat lehet, amíg megtalálja az illető az ő dózisát, és lehet, hogy nagyon nagy adagra van szükség, például egy súlyos reumás fájdalom esetén, ahogy én látom, 50 mg alatt nem nagyon hatnak a szerek. Na most, hogy ez mit jelent árban, ennek így a mondjuk egy napi 50 mg-os szedésnél olyan 30 000 forint legalább a havi költség, de valakinek 200 mg kell, tehát hogy mondjuk ez akár ilyen havi 100 000 forintra is rúghat a most beszerezhető olajok révén, tehát hogy ez nyilván nem sok ember engedheti meg magának Magyarországon, tehát így erre is jó őket figyelmeztetni, mondjuk eljön egy ilyen tanácsadásra, és akkor ott kiderül, hogy hát eleve megrendelni is drága az olajat, van olyan cannabis készítmény, ami mondjuk tényleg egy ilyen üvegcse több 100 000 forint, és aztán kiömlik meg, szóval tényleg ennek elég sűrű történnek. Úgyhogy ezek ilyen nehéz dolgok. Erre például lehetne egy támogatást szeretni. Hogy akkor talán most csak az jutott eszembe erről, amit mondasz, hogy milyen drága lesz ez így, vagy mondtok, hogy akkor csak arról beszélünk, hogyha ez legalizálva lenne, az orvosi cannabis, akkor ugyanúgy sok pénzt kéne érte fizetni, csak akkor nem a osztrák cégnek, hanem az Áder János cégének, vagy a Lázár Jancsi cégének. Tehát tulajdonképpen ezt kicsit nem értek egyet veletek abban, hogy a rekreációs használattól, illetve a teljes legalizációtól ez ilyen könnyedén külön tárgyalható, mert éppen akkor arról beszélünk, hogy megint létrehozunk csak egy újabb maffiát, akit megint majd csak a pénz fog érdekelni, holott ezt a növényt. Ha legális lenne termeszteni, akkor a kertben, oké, értem, hogy amikor akkora mennyiség van, akkor egy kicsit nagyobb kert kell hozzá, de azért a valóságban ez a növény tök könnyen nő, és az, hogy milyen magot használsz, hogy olyan magot, aminek magas a CBD tartalma, tehát ez nem, most mintha arról beszélnénk az orvosi ilyen legalizáció kapcsán, hogy akkor megint sarcolva legyen valami, ami valójában ingyen hozzáférhető lenne. Érthető volt ez a kérdés? Abszolút. Nem érthető, abszolút. Tehát azt, amit te mondasz, az egyébként az nem egy olyan dolog, amit mi elvetünk, vagy nem támogatunk. Ugye az mindig nagyon fontos, hogy tehát mi vagyunk egy epilepsziás gyerek anyukáját. Képes ő arra egy panel lakásban, hogy ő megtermesse magának azt a növényt. Hát, hogyha paradicsomot tud, meg muskát vitt A panel lakásban azok a körülmények, amik rendelkezésre állnak egy embernek, hogy mondjuk azt a mennyiségű, minőségű fajtájú kanabiszt megtermesse, az legalább annyiba kerül, hogyha lámpákat kell használni, meg különböző dolgokat. De lámpát azért kell használni, mert illegális. Én azt mondom, hogy ha legális panellakásban, akkor is a panelház tetején lehetne egy kert. Ez nő magától, és ti magatok mondtátok, hogy a klíma ideális rá, Európa szinten ideális, és ehhez képest most még a legkomolyabb szakemberek is, a legradikálabbak, mondjuk ti, és arról beszéltek, hogy azért ezt nem legalizálni kéne, hanem csak valahogy elérni, hogy majd nagy nehezen megvehessem
kurva sok pénzért, és ezt végre nem, már az orvosok is ajánlhassák. A kurva sok pénz, ez nem hangzott el egyikünk szájából sem. Tehát itt a magyar orvos... Értem, hogy te azt nem mondod, hogy te szeretnéd, hogy ez drága legyen, de ha minden, amit mondasz, végig igazán... gondolok, ebből úgy is az lesz, hogy ugyanúgy drága lesz, csak majd a Áder Jancsi gazdagodik belőle, és most ezért mennyi értelme van aktivizmust kifejteni ebben a kifejezetten az orvosi irányba, mert ugye ti, akik az orvosi felhasználást támogatjátok, ti nem szeretnétek ezt összemosni azzal, hogy a rekreációs doghasználattal, mert ez nyilván a ti céljaitokat hátráltatja látszólag, és ezt én vitatom, mert szerintem meg nem. Akkor felvázolok egy rendszert, amit mi elképzelünk, és ami egyébként működik a világon már valahol, mindegy, hogy hol, mert az ország sokszor ellenérzést kelt az emberekben, de van egy tudom, ország a világon, ahol nagyon jól működő rendszer van, ott úgy indult el a rendszer, hogy az egészségügyi miniszter egyébként felismerte, hogy neki van egy olyan ismerőse, aki daganatos beteg, és neki segít ez a növény. És ő volt az első, aki engedélyt adott valakinek, hogy otthon termesse magának kanabiszt. Amikor az ember elkezdett magának kanabiszt termelni, akkor felmerült az a probléma, hogy egyrészt nem ért hozzá, másrészt nincsen meg a megfelelő kapacitása, nem tudja, milyen fajtára van szüksége, abból nem tud megfelelő kivonatot, olyan töménységű vagy olyan állagú kivonatot készíteni, mert egyszerűen nem ért hozzá, másrészt pedig nincsen ideje arra daganatos betegként, hogy ezt a 6-8-10 akár egy hónapos ilyen termesztési ciklust végigcsinálja, ezért kialakítottak egy olyan rendszert, amiben nagy mennyiségben, egy államilag támogatott rendszerben az emberek befizetnek egy bizonyos összeget, ez egyébként $100 egy hónapban, ezért az összegért bármilyen mennyiségű kanabiszhoz hozzájuthatnak ebben a rendszerben. Ez egy olyan dolog, amit egyébként, tehát hogy ha már szeretünk fejlett országokhoz azonosulni, meg másolni ilyen dolgokat, nem akkor... szeretünk. Akkor szerintem egyébként ez Magyarországon is kivitelezhető, tehát az, hogy valaki befizessen egy 10 000, 15 000, 20 000 forintot egy hónapban, és utána annyi mennyiségű kanabisz használjon, amire neki szüksége, vagy az orvos felírja neki, az nem elképzelhetetlen. Itt, ami nagyon fontos, és amit mondasz, teljesen igazad van abban, hogy ne legyen még egy olyan helyzet, ahol kurva, bocsánat, nagyon drágán lehet csak valami kanabisz. De hogy ebből lesz, nem? Az, amiért most ennyire drága... Ki kell fizetnünk a költségeit ezeknek, a klinikai teszteknek, meg a sok fontos ember, majd a Áder Jancsi is azt mondja, hogy jó, és az őt neki is fizetni kell ezeket. Szerintem, az nagyon fontos, hogy amiért ilyen drága most például a CBD olaj, az azért, ennek az az oka, sok oka van, az egyik nagyon fontos oka az, hogy ez csak olyan növényből készülhet, amelyek nagyon alacsony a hatóanyag tartalma. Nagyon nagy mennyiségű alapanyag kell ahhoz, hogy ki tudják vonni azt a bizonyos mennyiségű kivonatot. De ez is azért van, illegális. Hogyha engedélyezve lenne egy ilyen programban olyan növényeknek a termesztése, amiben nem mondjuk 2% hatóanyag, hanem mondjuk 15 vagy 20%, akkor ugye nyilván már az ára is annyival kedvezőbb lenne. Hogyha nem 100 hektáron zajlana a termesztés, hanem mondjuk 50 ezer hektáron, ami nem elképzelhetetlen Magyarországon, akkor már mindjárt sokkal olcsóbb lenne. Tehát itt vannak olyan tényezők, valószínűleg soha nem lesz ingyen. Kivéve, ha te megcsinálod magadnak. Bár megmondom, hogy őszintén akkor sincs ingyen. Csak szólok előre, hogy a bárkére, akkor soha semmi nincs ingyen. A föld nincs ingyen, a víz nincs ingyen. Az, hogy abból te kivonatot készíts, hogy megvedd az alkoholt, aminek a literje 8000 forint, az sincs ingyen. Tehát soha nem lesz semmi ingyen. Az, hogy nagyon olcsó legyen, és hogy elérhető legyen mindenkinek, esetleg az, aki kevésbé szegény, annak többet kelljen fizetni, mint annak, aki nagyon-nagyon szegény és nem teheti meg. Ez is egy megoldás, ez egyébként most is működik a TV-ben. Ha valaki szociális alapon igényel támogatást, akkor megkaphatja. Ha valaki 1,5 millió forintot keres egy hónapban, akkor neki ne járjon ugye az a támogatás. Ez ebben a programban is egyébként kivitelezhető. Tehát itt az a kérdés, hogy tudunk egy ilyen programot létrehozni, az nem kérdés, hogy valaki ebben a programban fog profitálni, mert aki termeszti, annak is meg kell élnie, aki kivonatolja, annak is meg kell élnie, és az orvosnak is meg kell élnie, aki felírja. Ez nem kérdés. Az, hogy ezt a kormány milyen szinten támogatja, és hogy ki tudunk-e dolgozni egy olyan programot, ami a betegek javát szolgálja, ez a mi dolgunk, és ez a mi célunk, és ezért dolgozunk, hogy ez elérhető legyen.
Oh, yeah. És lassan szerintem a végére érünk, úgyhogy ha még van kérdésetek, akkor kivele. Nekem van egy gagyi kérdésem még, illetve nem tudom, hogy Miki, hogy tudsz erre válaszolni. Én voltam ugye ezen a konferencián szeptemberben, hogy legalábbis belelestem, ilyen olasz professzor előadását láttam, az például szuper volt, mert tudtuk, hogy kanabisztól még soha senki nem halt meg, minden mástól viszont bizonyos arányban azért meghalnak az emberek. Ugye ez is egy jó hír volt, és ott elhangzott egy olyan érdekes, hogyha mégis valaki így a sarki díler vagy a saját kis szekrénykéjéből fogyaszt marihuánát, akkor van arra módja, hogy akár nagyon-nagyon gyorsan kitisztítsa ezt a szervezetéből, hogyha éppen mégis matek dogát kell írnia, vagy valami ilyesmi. És én elfelejtettem, hogy milyen, nagyon ilyen több természetes, ilyen egyszerű konyhai anyagokat mondott, hogy mi az, ami, tehát most itt kicsit visszafelé, hogyha véletlen be van, beszívott a gyerek, és mit csináljunk vele. És nem emlékeztek, mi volt ez? Az a bódultság ellen. Egy kicsit gyorsabban feldolgozni, ilyen például a fekete bors, bazsalikon, citrom és a fenyőmag, tehát egy olyan tészta, mondjuk bazsalikomos, pesztós tészta, egy kis borsan, és hozzá egy limonádé, menta is valamennyire, az ez nagyon segített. Emlékszem, és a bors meg a citrom, igen, azt emlékszem. Igen, a szlovén kutató, aki ezt mondta, ő meg ezt én is olvastam több helyen, hogy egy pár szippantás a borsból, az képes a THC-nek ezeket a túlságosan bódító, vagy ilyen tudott módosító hatásait csökkenteni. Egyébként ugye a THC-a valaki nem megfelelően módon használja, akkor okozhat szorongást, vagy ilyen pánikszerű tüneteket, és ez is például, hogyha valaki ilyenkor nagyon gyorsan borsot szippant be, vagy citromot fogyaszt, akkor ezzel lehet ezeket a hatásokat csökkenteni. Ez egyébként tényleg ijesztő lehet annak, aki elsőre ilyet megtapasztal, úgyhogy ezt nem árt, hogyha mindenki tudja. Ki az, aki tudta ezt közületek? Veronika. Köszönöm. Van-e még kérdés? Jó. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen nektek. És valószínűleg lesz még ennek egy folytatása, ennek a mai témának, hiszen nem sikerült mindenkit elhívni, vagy akit szerettünk volna, de ha sikerül, akkor lesz olyan, aki itthon termesztő, és olyan is, aki betegként használja ezeket a szereket. Igen, jól tudom, akkor februárban lesz majd ennek egy folytatása. Én azt remélem, hogy akkor mi is itt tudunk majd lenni, és beszámolni nektek arról az eseményről, ami most decemberben lesz, ahol az ENSZ 61 óta most először fogja felülvizsgálni a cannabis besorolását. Ez annak köszönhető, hogy a hozzák hasonló egyesületek összefogtak és petíciót írtak az ENSZ különböző szerveinek, illetve az Egészségügyi Világszervezetnek, akik most ennek a nyomásnak a hatására, illetve a különböző ugye, tudományos kutatások felismerésének hatására elkezdtek ezzel komolyan foglalkozni, tehát most először tudományos oldalról megvizsgálják, hogy a cannabis valóban annyira veszélyes a társadalomra, illetve hogy van-e gyógyászati hatása, hogy van-e szerepe a gyógyászatban, és ennek hatására remélhetőleg jövőre, a március tájékán lesz egy olyan konferencia, ami a következő 10 évre határozza meg a cannabisszal kapcsolatos terveket, és hogyha ebbe a megfelelő ajánlás kerül be, akkor remélhetőleg egy olyan besorolást fog kapni, ahol a különböző ENSZ tagállamok azt az ajánlást